Ebben a részben Balog Dorottya főlevéltáros a megye mérnökeiről, valamint királyi biztosáról beszélt. Kifejtette, hogyan alakultak ki ezek a tisztségek az ország egész területén. Vertics József és Tednei Péter után ugyanis Bodoki Mihály lett Békés megye műszaki mérnöke, aki az Arany János Hamis Tanú című balladája alapjául szolgáló határkimérési pernél is jelen volt. Lehet tudni, hogy ebben a hat miért nem volt mérnök? Hát valószínűleg ekkor még nem történt meg az a, az a fiskális alap, amely ezt biztosítani tudta, akár mert itt is úgy, úgy fizették például ezt a, a megyetisztikarához tartozó mérnököt hogy például négy megye 75-75-75 forintokat biztosított számára, így azt hiszem ez 300 forintot jelentett a számára, amiből tudta finanszírozni ezt a hatalmas munkáját és a megélhetését természetesen. Valószínű hogy ez akkor a többi megyében ez még nem volt készen. Vertics Józsefről azt is lehet tudni, amit már említettem, hogy nagyon nagy munkabírása volt, és 36 évig állt a munkálatok élén. Nagyon ismerte a Tisza, a Maros, a Körös vízrajzát, és ő főleg a Marosnál is tevékenykedett és hódmezővásárhelyen ö, volt ö, lakása, és ott is van eltemetve. Ö, Vertics után tulajdonképpen az egyik közvetlen ö, munkatársa ö, lett a megyei ö, mérnök, Stednei Péter, azonban ő néhány, ö, sajnos néhány hónap múlva meghalt, így megüresedett a, ez a mérnöki szék, így 1812-ben egy ö, frissen végle, végzett diplomás, Bodoki Mihály került a, a mérnöki szék élére. Mint említettem, ő a megyei tisztikarhoz tartozott. Neki már 400 forintos fizetést is tudtak biztosítani. És Rengeteg feladata volt én, ahogy a forrásokat ö, ö, vizsgáltam, néha úgy érzem, hogy nem két ember, hanem három-négy ember helyett is ö, dolgoztak ö, ö, ezek a mérnökök, hiszen nem csak ö, borzasztó kalkulációkat, adminisztrációkat vittek, hanem ö, napi terepbejárással ö, óriási területeket jártak be, ö, ellenőriztek, ö, ö, és... Ö, vitték a munkálatokat, de hogy mi is volt tulajdonképpen Bodoki Mihály mérnök feladata, hiszen ő volt az első mérnök a megyében, aki csak békés megyei műszaki ügyeket vitte. Tehát egyedüliként a megyei feladatokat látott el. Hát ő nem csak a vízügyi munkálatokat, a vízügyi munkálatokba kapcsolódott bele, hanem neki az utak, a hidak, a gátak karbantartása is a feladata volt. Azon kívül a határok kimérésénél is foglataskodott, hiszen azt mondja a Bodoki család legendáriuma, hogy Arany János Hamis Tanú című balladája, az tulajdonképpen Bodoki Mihály, tehát Bodoki Mihály volt jelen a kimérésénél, a határpernél. Nagyon sok történész foglalkozott ezzel, többek között a, a tartsa Szabó Károly, vagy Implom, vagy Karácsonyi, tehát azzal, hogy a, a ballada is, tar természetesen a Hamis Tanú című ballada is tartalmaz valóságelemeket, és ez a történeti forrásokkal hogyan hozható össze, ez egy igen izgalmas terület volt számukra is de akár a mai kutató számára is nagy feladatokat adhat. Akkor a legelők, legelők kimérésénél, a nyomásos gazdálkodás beállításánál is közreműködött, illetve a küldöttségi különböző bizottsági munkálatokban is szinte kötelező volt részt vennie. Tehát óriás, és emellett óriási munkaköre mellett természetesen jelentéseket kellett mind a megye fele, mint pedig a felsőbb szervek fele, fele írnia, illetve költségvetéseket, munkerőkiszabásokat, különböző számításokat kellett folyamatosan végeznie, mert ugye azokat a beadványokat, amelyek alapján ugye engedélyeztek karbantartásokat, építkezéseket, stb. műszaki feladatokat, ahhoz mindig pontos kalkulációt kellett készíteni, de mind Bodoki Mihály, mind Bodoki Károly megmaradt kalkuláció a megyei mérnöki iratokban megtalálható számításai, nagyon szép táblázatokban, gyöngybetűkkel írva, egy átlátható, szép iratok, amelyek a mai napig rendelkezésre állnak. Elmondtuk itt, hogy mi volt a, a megyei mérnökök feladata. Azt is látnunk kell, hogy beszéltünk itt a központi irányításról és a megyei irányításról. Azt is tudjuk, hogy Bodoki, ehhez a, Bodoki Mihály ehhez nagyon rendkívül jól alkalmazkodott, hiszen ő, ő felfelé, tehát a, a szakikazgatás felsőbb szerveivel, és a felsőbb szakemberekkel rendkívül jó munkakapcsolatokat tápolt, rendkívül jól tudta vállalkozásait, projektjeit, felméréseit közvetíteni feléjük, amit általában el is fogadtak. Hát a vízügyi, maradjunk a vízügyi szabályozási munkálatoknál. 1816-os évnél, hogyha tartunk, akkor egy rettenetesen komoly, óriási árvíz borította el ekkor nem csak a megyét, hanem az egész térséget, amely házakat, családokat tettek tönkre, óriási területeket borított el a víz. Az első feladatai közé tartozott, hogy ezek a kármentesítések megtörténjenek, hiszen azt is látnunk kell, hogy a mérnökök nem csak a árvizeknél voltak jelen, hanem egy úgynevezett katasztrófa védelmi szakember is volt hanem amikor például leégett egy, tehát egy komolyabb tűzvész volt, akkor is jelen volt, és a károkat felbecsülte, és bizonyos dolgoknál segített, illetve jelentést készített ezekről. Arról van adatunk például, hogy 1821-ben körösladányban hatalmas tűzötött ki, kb. 200 ház leégett, és ekkor bodokit küldték például a kárfelmérésre. Hogyha így a kármentesítések ugye történtek folyamatosan, de egyről még nem beszéltünk, hogy a, a központi ö, ö, politikum létre, ugye a megyék között nem volt mindig nagy összhang. Mindenkinek más volt az érdeke, más volt Biharnak, más volt Arad megyének, más volt Békés megyének a szabályozáshoz való viszonya. Általában perlekedések voltak a megyék között, hiszen, Bihar megye, vagy Arad megye, amikor szabályozásokat végzett, és mivel mondjuk Bihar is feljebb van, mint Békés megye, amikor megtörténtek a szabályozások, azok a vizek ide zúdultak tulajdonképpen a megye északi részére, többek között Vésztő mondjuk víz alá került. Ez óriási felháborodást keltett a megyébe. Habár nyilván Bihar megye nem azért szabályozott, hogy békésen menjen a víz, de valahogy mégis így alakult. Arad megyénél is viták voltak. Nem volt ekkor még összhang az egész vízrendszer szabályozását illetően, hanem csak helyi próbálkozások történtek. Ezért úgy gondolta a központi vezetés, hogy ezeknek a hibáknak, ezeknek a vitáknak, a, az elsimítására létrehoz egy intézményt. Ez volt az úgynevezett királyi biztosi intézmény, amely tulajdonképpen egy tekintélyes ö, földesurat felkért arra, aki ö, ö, politikai jártassága is volt, illetve jeles ö, közéleti személyiség is volt, illetve földbirtokai révén maga is érdekelt volt ö, a abban, hogy a szabályozás minél előbb megtörténjen, haladjon. És ez a Királyi Biztos Intézmény olyan tekintélyes főurakat hozott például a megyébe, mint Vaj Miklós, aki legendásan egy nagyon érdekes figurája volt az 1800-as évek elejének, hiszen több mint két évtizedig irányította a vízügyi munkálatokat. Ő egy katonaember ember is volt, tulajdonképpen ez a Vajmiklós, Dandár tábornoki titulusig vitte. Sajnos a katonai pályáját megakasztotta az, hogy egy harcban elvesztette a szemét, és hát tulajdonképpen az egyik szemét el is kellett távolítani. És ettől fogva egy ilyen, mint a kalózoknak is van ilyen fél szem ellenzőbe járt, de ez még karakterének még nem ártott, hanem még különlegesebbé tette. Ő egy nagy volumenű reformkori politikus is volt, aki egy tanulmányút kapcsán megismerkedett az északi és a nyugat-európai trendekkel, és ezt később ő kamatoztatta is, hiszen ő mérnöki képzettséggel is rendelkezett. A tanulmányútról hazatérvén, még burgonyát is hozott magával, több 100 hektár, tehát azt hiszem, száz hektárnyét be, beültetett, a, vagy elvetett a, a birtokain Szabolcsba, és azt mondják, hogy tulajdonképpen ő horonsította meg azon az ország, abban az ország részben a burgonyát. Még gépeket is hozott magával. Ez a nagy volumenű ember, és még fonó, az első fonógyárat is ő alapította, Batjányi Károlyjal együtt az országban. Tehát nagyon sok mindent tett, illetve mm, olyan szakszer, szakszerszámokat, olyan ö, komoly instrumentumokat is szerkesztett, amely nemzetközi hírnevet is hozott számára. Golopi kastélyában például volt egy külön szoba, amelyben mérnöki ö, szerkezeteket, mérnöki ö, gépezeteket tartott, amelyet nagyon szívesen kölcsönadott mérnök társainak, például a Tessedik Sámuelnek, aki a nagy Tessedik Sámuel szarvas evangélikus lelkész fia volt. Sajnos tönkretette ezt, ahogy a források mondják, és kicsit ezért megorrolt rá Vajmiklós, hiszen Bécsbe kellett elküldeni a javításra, például a szintező szerkezetét.